Összesen 13 milliárd 578 millió forintot tart vissza a várostól az EU, hangsúlyozta Molnár Tamás, a Fidesz frakció vezetője, utalva a város polgármesterének korábbi tájékoztatójára is. Cserpalkovics András ugyanis hétfőn bemutatta azokat a fejlesztéseket, amik a 2014 és 2020 közötti időszakban érkezett uniós forrásokból megvalósultak Székesfehérváron. Molnár Tamás ennek kapcsán azt is kiemelte, hogy a fehérvári projektek példamutatóak. Erről kaptak tájékoztatást a területfejlesztési minisztériumtól is. Székesfehérvár bekerült azon városok körébe. Én azt gondolom, hogy unikálisan egy vagy két ilyen város van az országban, akit az Európai Unióban jó gyakorlatként fognak bemutatni a pénzek elköltése kapcsán, hiszen tényleg teljes százalékban és mindenféle hiba és jogorvoslati hiányosság nélkül sikerült ezeket a pénzeket elkölteni. Molnár Tamás azt is hangsúlyozta, hogy a visszatartott uniós támogatások kapcsán aláírásgyűjtést szerveznek. Ezzel is jelezve Brüsszelnek, hogy 13 milliárd forint jogosan jár Székesfehérvárnak. Ezek nélkül sok fontos fejlesztés szenved késedelmet, vagy marad el. Szeretnénk azt, hogy ami jár mondjuk Lengyelországba, vagy Csehországba, vagy Ausztriába, az járjon Magyarországon is székesfehérváriaknak. Én azt gondolom, hogy ezek a kifogások, amelyek az elmúlt időszakban felmerültek, már orvoslásra kerültek. Most már tényleg csak arról van szó, hogy ezeket a vitákat le kéne zárni, és a valós megoldásokra kéne koncentrálni. A Fidesz frakció vezetője hozzátette, az aláírásgyűjtés február 20-án kedden indul, és előre láthatólag április közepéig tart. Kiemelte, hogy szeretnének mindenkihez eljutni, akár az otthonában felkeresve, akár a város több pontján megtalálható standoknál találkozva.